Bodonai László és Deák Attila teljesítmény mutatója egyértelműen felfelé ívelő pályát mutat. A szezonnyitó Salgó Rallin még abszolútban a hetedikként zártak. Boldogkőváraján viszont már a pódium negyedik pozíciójában pezsgőzhettek, majd a Duna kanyarban is a top 5-ben végeztek. Éppen ezért a kettős optimista érkezett meg az 55. Mecsek Rally helyszínére. A nevezési listát böngészve bodonaiék tudták, hogy ezúttal nehezebb dolguk lesz, mint a korábbi verseny hétvégéken volt. Éppen ezért a futam hivatalos tesztjén is komolyan vették a munkát. A komoly felkészülés ellenére a kettő számára nem tartott sokáig az 55. Mecsek Rally, hiszen már az első szakaszon véget ért számukra a szágódás. Trefort pusztánál beestek, így idő előtt kénytelenek voltak feladni a hiadalt. Volt egy bal kettő tempó felírva nekünk, és ott hagytam ötödikbe, amivel szerintem nem lett volna baj, csak túl hamar rákormányoztam, és ki kellett kerülnöm a patka védelmet, és bele kellett nyúlnom. És az orra betapadt, de a hátulja picit lecsúszott a zavarra, és utána kellett mennem az elejével, és nagyon sokáig mentünk a zavarba, és már következett a jobb kettő, amiben négy patka védelmi tábla volt, és az elsőt azt telibe elvertük. És ahogy felfordította a talpat, neki ment a jobb első kerekünk, mint hogyha egy patkán átugrottunk volna, és ott eltört egy bekötőkar a futóműbe, a kerék alá fordult, és nem tudtunk vele mit csinálni, meg kellett állnunk. 15 perc volt megcsinálni, úgyhogy éjszaka lábon jött le az autó az erdőből, és rábeszéltek a fiúk, a csapat, hogy menjünk, hál' Istennek, mert jól éreztük magunkat nagyon. Csomó tapasztalatot szereztünk, nagyon jó a beállítás, amit találtunk erre a versenyre szerintem. Nyilván már nem feszegettük annyira, mert butaság lett volna, nekünk nem nagy a tétje volt. Megpróbáltuk itt a poweren elkapni az elejét, de 2-3 másodperccel lemaradtunk. Hát most ebben ennyi volt, de jót autóztunk igazából. Az utolsó körre én azt mondom, hogy végigmosolyogtunk, és nagyon jól éreztük magunkat, a tempónk is, mert úgy érzem, hogy rengeteg egy gyorsultunk. Hát az esti gyorsok, a tegnapi azok nagyon hiányoztak nekünk, és ma egy kicsit nehéz volt újra erőre kapni, de az utolsó körre abszolút kiegyeztünk, és azt mondom, hogy jó szájízzel megyünk haza.